Véget ér a mulatság, elcsendesedik minden, nagy böt következik. Ekkor zsír nélküli ételeket és hús nélküli ételeket fogyasztottak általában az emberek. Én most egy cibrelevest fogok elkészíteni a következőképpen. Meghámozom a hagymát, szép apróra összevágom, kevés vízzel fölteszem főzni. Puhára főzöm, közben sózom, borsózom, babéllevet teszek hozzá. És amikor már puhára főzt a hagyma, felengedem vízzel. Hozzáteszek egy kis ecetet, mikor azzal összefor, akkor beleengedem a tojást egészébe. És az ecet egy kicsit összefogja, és ez egészében megmarad. És kész is a cibereleves. Én egy bukovinai ételeknek a főzését, amit az édesanyámtól tanultam, kimondottan azokat gyűjtöttem össze. És azt egy ilyen kis könyvbe összeállítottam. 4 személyre kiadagolva, és úgy a fiam fényképezte, és ezt a Bonyhádi Múzeum adta ki annak idején. És most is megtalálható ott. A böjtös ételek étrendje régen a következő volt. Guduba sült pityóka, pityóka galuska, pityóka leves, cibreleves, hering, vertej, ávilánka, és főztek régen buzát, kukoricát, amit édesítettek egy kicsit cukorrépával, és azt fogyasztották el. Hamazó Szeredához kapcsolódik egy történet, mégpedig a gyerekeket szokták egy picit megnyugtatni, ugye a böjt közelettével, és elmesélték nekik, hogy Cibere Vajda, a konc király, hogy harcolt, megvívott egymással. És hát ugye itt ebben az esetben felvonultatták azokat a harci elemeket is, ugye késeket, meg török, meg különböző eszközöket, gombokat, meg mindent, amit csak fegyvereket, amivel érdekesítették a történetet. Végül is ugye a lényege a dolognak, hogy ugye jő a böjti időszak, és hát ugye húst nem szabad enni, és így Cibere Vajda, ugye ami a böjt ételhez kapcsolódik, valamint konc király, ugye hát a valószínűsítik, hogy ugye a konc, tehát a bő, a zsíros ételekre vonatkozóan, hogy megvívnak, és hát Cibere Vajda győz, és ezzel tulajdonképpen legyőzi a konc királyt, és itt a böjti időszak, így akkor a gyerekek egy picit megnyugodtak. Hát ugye alig várták, hogy megvíradjon, mert ugye ezt este elmesélték, és már mentek, ugye itt különböző helyeket, helyszíneket jelöltek meg a mesélők, és hogy megkeressék azokat az eszközöket, pisztolyokat, persze nem találtak semmit, de hát ez mégiscsak egy történet volt, számukra egy érdekesség, amivel egy picit meg is nyugodtak valóban. És ugyanakkor volt egy másik történet is, ami ide kapcsolható még a szerdához, mégpedig ugye akkor mentek el a legények azt a pénzt begyűjteni, ugye, ami a bálnak a költségét terhelte, hiszen ők ugye ez ingyen bál volt, tehát nem fizettek. És akkor mentek úgynevezett zsidónak öltözve, ugye ez azt jelentette, hogy a fejükre húztak különböző arcokat, illetve kialakítottak arcokat, és így mentek, nyávogtak, nyeregtek, mint ahogy mondják, a falun mentek végig, és akkor hát bementek több családhoz, és hát próbálták ugye, főleg akik ott is voltak a bálba, próbálták egy kis pénzzel tulajdonképpen megsanáltatni magukat. Hát ha ahol sikerült, ugye ha ahol nem sikerült, ott fogtak, amit értek, így fűrészt, meg baltát, meg mindent kifelé, hát azt éppen elvitték, és hát utána jó pénzért, ugye be lehetett váltani, illetve ki lehetett váltani, és hát amit meg nem váltottak ki, azt meg eladták ugye a zsidónak, hiszen az rendszerint Bukovinában ugye zsidó volt a boltos,
és így akkor valamilyen módon pénzhez jutottak. Valamint ugye a nagy hétnek a bezárásaként ismét előjön az a történet, ugye, amivel kezdődött a hamvazó szerdák esetén, hogy újra Cibere-Vajda és Koncz király ugye megvív, és ekkor tulajdonképpen Koncz király volt, aki győzedelmeskedett, és így újra lehetett ételt enni. Csak vigyázni kellett, hiszen megtörtént az is, hogy, és ez egy mondás volt, hogy betett, mint Bece a szenteltből. Tehát annyit evett, hogy a szervezete nem bírta szegénynek, s meghalt.